16 mazsora csoport versengett szombaton az Egri Kemény Ferenc sportcsarnokban a 7. Egri Borsországos Mazsoret Fesztiválon. Érkeztek versenyzők Egerből, Gyöngyösről, Hevesről, Mezőkövesről, Tarnaméráról, Hajdúdorogról és Besenyőterekről. A Pinkóci Mazsoret Egyesület is képviseltette magát. A cél az, hogy a gyerekek megmutassák a tudásukat a közönségnek, a szakmai zsűrinek, és eltöltsenek egy nagyon kellemes délutánt. Bízunk benne, hogy sikerülni fog. Sok fellépőből is látszik, hogy a mazsoret egyre népszerűbb a lányok körében, mondta Kovácsné Bretus Éva. Egy olyan szabadidős tevékenységet biztosítunk a gyerekeknek, ami mindenképpen hasznos, és ahol tanulnak, és együtt vannak, és jó közösséget alkotnak. Azon kívül én úgy gondolom, hogy színvonalas produkciókkal próbáljuk elkápráztatni a közönséget. A 140 oklevéllel rendelkező Egri Mazsoret Egyesület 7 csoporttal lépett föl pompom, zászló és szalag kategóriában. Ebből 4 méretetik meg a szakmai zsűri előtt, 3 csoport bemutatózik, a legkisebbek az 5-6 éveseink, és a legidősebb pedig már a felnőtt korosztály, akiket láthatunk. Igazán izgalmas és vegyes produkciókkal készülünk, a nagyobbakat pedig a Szihalmi Fúvósok kíséretében láthatjuk majd. Tóth Eszter 2 csoporttal érkezett Gyöngyösön, az 1-es korcsoportban induló gyöngyszemekkel és a 2-es korcsoportban induló gyöngyvirággal. A kisebbek ők botos és pomponos, illetve a nagyobbak is pomponos és botos műsorszámmal fognak szerepelni. A nagyobbak ők 2 kategóriában, a kicsik pedig csak 1 kategóriában, de már nagyon izgulnak. Én elég különleges helyzetben vagyok, mert én itt Egerben táncolok már 20 éve, és most is fel fogok lépni az egriekkel, és Gyöngyösen adódott egy lehetőség, hogy ott alakítsunk csoportot. Én kaptam az alkalmon, és először 5 kislányunk volt, most pedig már 20-an vagyunk. Rendszeresen szerepelünk Gyöngyösen is, és járunk fesztiválokra országszerte. Nagyon szeretjük a kicsik is, illetve a szülők is. Most már szerveződik a Nagyukák csoportja szeptembertől. Szerinte fontosak a fellépések a csoportok életében. Ők több fesztiválon is jártak már, ahonnan érmekkel tértek haza. Vegyesek az érmeink, van köztük bronz, arany, és a nagyobb csoport már kiemelt aranyoklevelet is kapott egy pomponos műsorszámáért. Legutóbb a Hevesi Fesztiválon voltunk 2 héttel ezelőtt, ott mind a 2 csoport ezüst oklevelet kapott, hát most legalább erre számítunk itt Egerben is, vagy egy picikét talán jobbra. Kezdtem, 4-es voltam, és nekem azt tetszett, hogy mikor voltunk nyaralni, akkor voltak ilyen fesztiválok, és akkor felléptek mazsoretesek, és nekem az nagyon tetszett. És én akkor mondtam anyáiknak, hogy én ezt szeretném csinálni. Már tudunk egy csomó táncot, meg bottal is szoktunk foglalkozni, és most a pomponossal fogunk fellépni. A Pinkóci Mazsoret Egyesület 3 csoporttal, 3 korcsoportban, a Milédi, Titánia és az Azúr csoporttal érkezett a fesztiválra. Mindenkinek van botos tánca is, illetve pomponos, a kicsiknek és a nagyoknak is egyaránt. Az első korcsoportosok csak 2 számot táncolnak, a második korcsoport és a harmadik pedig 3 számot. Igazából ebben a szezonban ezeket a számokat vittük minden versenyre, illetve fesztiválra, amiket ide is. Hát, hogy ez a szezon záró fesztivál, ha azt nézzük, mert az utolsó őszig. Mennyire fontos számodra és a gyerekek számára, hogy rendszeresen versenyezzetek és ide is eljöjjetek? Én úgy gondolom, hogy nagyon fontos, mert ugyanúgy, mint nekik, nekem is kell a pozitív visszajelzés arról, hogy jól csináljuk, amit csinálunk, illetve amit szeretünk csinálni. Úgy gondolom, hogy mindenképpen fontos. A Pinkóci Mazsoret Egyesület lányai szépen szerepeltek a fesztiválon. Az eredmény hirdetésen az Azúr csoport 1-es korcsoportban ezüst oklevelet, míg a Milédi csoport 2. korcsoportban só kategóriában szintén ezüst oklevelet vetett át. A Milédi pompom kategóriában is indult, ahol teljesítményüket bronzoklevéllel díjazta a zsűri. A legidősebbek a Titániák a botos és pompomos kategóriában 1-1 aranyoklevéllel lettek gazdagabbak. Thank you.